Ezt az igénylapot kell kitölteniük azoknak, akik szeretnének részesülni a Gázár támogatásból. Akik nem kaptak belőle postai úton, a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetik, de hozzáférhető a gázszolgáltatók ügyfélszolgálatán is. A kérelmet egyébként az utolsó havi gázszámlával együtt kell leadni az Államkincstár lakcím vagy tartózkodáshely szerinti megyei igazgatóságán szeptember 30-áig, de a Fejér megyei kormányhivatal kormányablakában is átveszik a hivatal szakemberei. Tavalyi évben közel 4000-en adták be nagycsaládosok a Gázár támogatásra szóló kedvezményt. Az idei évben most már beérkezett a 2013-as évre közel 600 kérelem. A kedvezményt azok a nagycsaládosok tudják igénybe venni, ahol a háztartásban legalább 3 gyermek van. Ebben az esetben azok a gyermekek is számítanak, akik után már nem folyósítanak családi pótlékot. Azok részesülnek támogatásba, azok a nagycsaládosok, akik 3 gyerek után kapnak családi pótlékot, vagy 3 gyerek figyelembevételével kapják a családi pótlékot. Megjegyezném, hogy az is még támogatásba részesül, aki ugye nem kap 3 gyerek után családi pótlékot, de közös háztartásban él például a nagyszülő a 3 gyerekét nevelő anyával. Ez a támogatásnak a mértéke évenként 61.560 megazsúl. A székesfehérvári önkormányzat is igyekszik csökkenteni a terheket. Az átmeneti segély támogatásnak a fél évente adható összege a nyugdíjminimum összege, tehát fél évente 28.500 forintot adhatunk legfeljebb, míg a lakásfenntartási támogatás összege, ez egy bonyolult matematikai képlet eredményeképpen maximum körülbelül ilyen 9.000 forint összeget jelenthet havi rendszerességgel egyébként. Egy jogszabályváltozásnak köszönhetően egyébként 2013. január 1-től évközben is bármikor igényelhető a Gázár támogatás az adott naptári évre. Ráadásul elég lesz egyetlen igénylapot kitölteni, nem gázmérőnként, hanem családonként.